Nagyon sok szeretettel köszöntelek benneteket. Szerelmi cigánykártya kirakás következik, kértétek többen a csoportban, hogy legyen a múlt jelen és jövő kirakása. Az videó első felében megnézzük a múltat a jelent, és a teljes verzióban megnézhetitek a a jövő kirakását is részletesen, hogyha érdekel benneteket, akkor csatlakozzatok a Varázslatos Tarott Üzenetek Anitól Prémium csoportba, ami egy előfizetéses csoport, egy minimális tagdíjért lehet a videókat megnézni. Exkluzív tartalmakat, amik csak ott jelennek meg, a bővített változatait a videóknak, illetve a Varázslatos Tagsághoz csatlakozva pedig előbb láthatjátok, a videókat, illetve ott is látható minden hónapban egy olyan tartalom, amit csak ott a csatornatagok láthatnak. Nagyon szépen köszönöm nektek a figyelmet, azt, hogy követitek a munkámat, feliratkozás gombra kattintva a további tartalmakról is értesítést kaphattok, és így nem maradtok le a további videókról sem, Egyéni elemzést szeretnétek, azt a videó alatti e-mail címen kérhetitek, illetve lehet jelentkezni az egyéni Theta Healing konzultációra, oldásra, regressziós utazásra, és az egyéni mentorprogramra is. A mentorprogramnál 7 alkalommal találkozunk egyéni tempóban, felhasználva a kártyát, a regressziós utazást, a Theta Healing konzultációt. Egy adott témán dolgozunk együtt, folyamatos kapcsolattartással, nagyon sok egyéb technikát is felhasználok abban, hogy tudjalak segíteni ebben a fejlődésben hogyha valami olyan elakadást érzel, amit már régóta nem tudsz megoldani, már próbáltad egyéb módszerekkel, és nem ment, és érdekel az én munkám, akkor várlak szeretettel, várom a jelentkezésedet. Nézzük akkor meg ezt a kirakást. <laughs> Mit mutat a kártya? Az látszik itt a múltban, hogy egy hosszú távon fennálló karmikus kapcsolat lehetett a tiétek, rengeteg vágyjal, rengeteg szomorúsággal is olyan döntéseket kellett meghozni, amik okozhatták ezt a szomorúságot. Hosszú távon ott volt a vágyakozás, hogyha nőként nézed, akkor. Az igazi szerelmet jelentette ő neked a múltban. Nagyon vágytál arra, hogy fejlődjön ez a kapcsolat, és nagyon sok rossz érzés is ott lehetett a kapcsolatban. Döntést kellett volna hoznia a párodnak, és igazából neked az igaz szerelmet jelentette ő, de lehet, hogy itt ez csak egy. Szeretői kapcsolat volt a múltban. Nem tudott létrejönni teljes mértékben, annak ellenére sem a kapcsolat, hogy ott voltak az érzések. A párodnak a döntésén múlott az, hogy nem lett ebből olyan kapcsolat, amit úgy nevezünk, hogy komoly kapcsolat, viszont nagyon tartósan fennálló kapcsolat lehetett ez. Sokszor érezhetted magad egyedül, sokszor érezhetted azt, hogy már változtatni kell. Olyan <coughs> helyzetek is voltak, amikor elgondolkodtál azon, hogy te hozol döntést, akár a befejezést, illetően láttad magad előtt azt, hogy mi az, amit szeretnél, de úgy tűnik, hogy nem rajtad múlott. Ez a dolog. Ha férfiként nézed ezt a videót, benned voltak ezek a nagyon erőteljes szeretettel érzések. Nagyon vágytál a közelségére, a hölgynek, a párodnak. Nem tudtál olyan döntéseket hozni, hogy meg tudjon változni ez a kapcsolat, hogy több legyen a kapcsolat. A jelenben is ott vannak a remények arra, hogy változzon ez a helyzet, viszont nagyon sok olyan körülmény van kettőtök között. Ott lehet a féltékenység, a félelem, a veszteségtől való félelem, az elszigeteltség, és nagyon sokaknál ez csak ilyen lelki síkon létezik ez a szerelem. Alá vagytok rendelve a külső körülményeknek, amik szétválasztanak most jelenleg kisebb-nagyobb bosszúságok, viták, stresszes helyzetek is lehetnek, és kisebb-nagyobb örömök is lehetnek a kapcsolatban, de alapvetően nem tud megváltozni a kapcsolatnak a jellege. Ö, apróbb változások lehetnek, de ezek az előre lépések olyanok, mint hogyha igen, kevés ideig tartanának, mint hogyha ilyen hullámzó is lenne a kapcsolat, hogy egyszer Fent egyszer lent, egyszer közeledtek, aztán mégiscsak távolodtok. Nagyon sok türelem kell a kapcsolathoz, és alapvetően ott van azért a távolság, ott van a, az egyedüllét, ott van az, hogy nehéz elviselni néha ezt a hullámzó instabilitást. Nagyon erős a szeretet bennetek tartósan fennálló szeretet, ragaszkodás is lehet, félelem is a, az elvesztésétől a másiknak. Úgy érezhetitek, hogy ez nagyon mély, és nagyon sok szomorúságot okoz. Igazi lelkitársnak érzitek a párotokat, ami örömteli, de ugyanakkor mögötte ott van a fájdalom is, amikor nem tudtok igazából közel kerülni egymáshoz. Féltek attól, hogy más elveheti ezt a kapcsolatot, konkrétan féltékenység is lehet benne, és reménykedtek abban, hogy ezt el tudjátok kerülni. <kül> Olyanok a külső körülmények, amik eléggé meghatározzák ezt a kapcsolatot, amin nem érzitek azt, hogy változtatni tudnátok, és ez tartósan fenn is áll ez a körülmény. Alapvetően a kapcsolatban eléggé egyedül érzitek magatokat, és főleg a párotok döntésén múlik az, hogy itt változni tudjon ez a helyzet. Sokszor azt élitek meg, hogy szinte állandósul bennetek az a félelem, ami ott van, és bár érzitek a párotoknak a szeretetét, a szerelmét, de mégis olyan távolinak tűnik az, hogy elérhető legyen számotokra az a teljes átalakulása a kapcsolatnak, ahol az igaz szerelmet meg tudjátok élni. Ennek ellenére nagyon ragaszkodtok ahhoz, hogy, hogy az a kapcsolat ez meg tudjon maradni, és még csak a vágy az, hogy, hogy létrejöjjön a teljes együttlét. A szeretet az nagyon jó leső érzés ebben a kapcsolatban, de ugyanakkor a fájdalmat is okozza ez az állandó lelki kapcsolódás, érzitek egymás érzelmeit, átmennek az érzések, és ugyanúgy átmegy a szomorúság is, mint a szeretet érzése. Szinte folyamatos lehet ez a lelki gyötrődés, ami ott van a két Ellenkező érzelemben a szeretet, az öröm, hogy van a kapcsolat, és ugyanakkor ott van a szomorúság is, hogy nem tud tovább fejlődni a kapcsolat. Mindkettőtök részéről ott a vágy, hogy fejlődjön a kapcsolat, de mindkettőtök részéről ott a félelem is, hogy elveszíthetitek, és annak a fájdalma, hogyha nem fejlődik tovább a kapcsolat, hogy akkor megmarad ez az elszigeteltség. A párod részéről <coughs> már a múltban is ott volt egy döntéshelyzet, hogy tovább fejlődhessen, hogy szintet tudjon lépni ez a kapcsolat, és ez a közeljövőben is felmerül. Olyan apróbb változások lehetnek a párod részéről, olyan döntések, amik nem nagy jelentőségűek, de örömteliek, viszont a. A távolabbi jövőben is az látszik, hogy vannak olyan helyzetek, amik tartósan fennállnak, ami kiszolgáltatottságérzést is okozhat. Nem igazán tud a kapcsolat olyan módon átalakulni, hogy azt lehessen mondani, hogy teljes mértékben elköteleződtök, és teljes mértékben megváltozik ez a mostani helyzet. Így együtt ez jelentheti a se vele, se nélküle kapcsolatot is, amikor már volt kettőtök között kapcsolat, ez is utalhat egyébként a karmikus jellegére, és szinte állandó a félelem attól, hogy hogy ez a kapcsolat ez megszakad, hogy elveszíthetitek a kapcsolatot, nagyon ragaszkodtok ahhoz, hogy ez a kapcsolat létezzen, és nagyon sok szomorúságot is okozhat ez az érzelem, ez az alárendeltség. A párod is egyedül érzi magát, bár az ő döntésétől függ, hogy változtasson ezen, de úgy érzi, hogy nem tud most ezen változtatni, reménykedik abban, hogy ez a változás létre tud jönni, és állandóak az érzései. De nagyon lassú az az elmozdulás, apróságok, aztán utána megint úgy tűnik, hogy megint visszafelé fejlődik a dolog, tehát ez az egyet előre, egyet hátra. Ez nagyon sok stresszt és nagyon sok csalódottságot is tud okozni mindkettőtök számára. Nálad különösen az látszik, hogy ott az állandó félelem, a bizonytalanság érzése, ott van, hogy elveszítheted a párodat, Őnál a pedig a reménykedés, az álmodozás, a vágyakozás látszik. Nem igazán tesz érte, ha tesz is, nagyon apró lépéseket tesz és van köztetek nagyon erős kötődés, és egy olyan helyzet, ami nem igazán változik jelentősen. A vágyakozás, az álmodozás, az egyedül létérzése, az elszigeteltség érzése az ott lehet mind a kettőtöknél, ami sok szomorúságot okoz. Viszont állandóan érezhetitek a lelki közelséget és a lelki kapcsolódást, aminek van jó oldala is. A szeretet megélése, de van rossz oldala is, ugye a hiányérzet, a szomorúság megélése. Ez volt az első része ennek a videónak, és a második részben megnézzük részletesen a jövőt. Nagyon szépen köszönöm a figyelmeteket, további csoda szép napot kívánok!